Üdvözlök mindenkit, itt vagyok Kassán, és kassai rokonoknak a barátja, neki van egy ilyen nagyon érdekes garázsa, amit nagyon-nagyon szépen berendezett, és szeretném megmutatni, hogy milyen egy garázs így átgondolva, hogy ami sokkal-sokkal jobb, mint az enyém, sokkal otthonosabb, ez már szinte olyan, mint egy lakás, és hát, ha másnak is ad inspirációt, hogy milyen egy nagyon-nagyon tuti, nagyon jó garázs. Úgyhogy én támultam, bámultam, megmutatom nektek is. Itt a tulajdonos. Nem érti mindent, amit mondok teljesen, mivel nem beszél magyarul, de mégis nézte a videókat. Amúgy én is szoktam nézni, miket szoktam? Német videót is szoktam nézni, én se értem, és mégis végignézem, mert ha megfelelő nekem a tartalom, akkor megnézem. Úgyhogy ugyanebben a szituációban van, hogy nem ért mindent, valamennyit ért, amúgy nagyon aranyos, ahogy mondja a magyar szavakat, és ennyi, hát igazából azt nézi, amit csinálok, és nem azt, amit mondok. Ilyen egyszerű. Na nézzük a garást. Eleve már itt van az ajtón jó kis szigetelés, szépen le is van festve, aztán belépünk itt, kapcsoló, van wifi a garázsba, meg kívülről tudja állítani, hogy beinduljon-e a fűtés. Pálinkás pohár, az nagyon. Be van állítva a fűtés, minden, hogy milyen legyen. Van víz, a vizet úgy oldotta meg, az nagyon ügyesen, hogy ott az esővíz, az begyűjti, itt, ott folyik, tovább. Itt saját kutya van. És így van víz a garázsba. Nagyon jó. És hova folyik? Ott folyik le. Nagyon jó, már van paradicsom is. Na és az a lényeg, hogy van akna, ami nekem nincs. Van szigetelés fent a mennyezeten. A motort lehet cserélni, itt lánc. Ezt a motort ki lehet húzni a helyéről. Van kis ventilátor, kiszívja a szagot. Van minden. Rádió is van. Hál' Istennek pont beszélnek, nem zenemegy. Úgyhogy innivaló is van, hogyha valaki megszomnyazik. Szerelés közben. Televízió, hoppá, tényleg tévé is van. Meg hát elég nagy motoros van. Villanybicikli, nagy robogó, meg van egy nagy Yamaha, 1001-es Yamaha. Meg sok sör. Sok sör, 6 rekesz, ami már üres. Hát meg itt a sok szerszám, bicikli, hűtő. Szóval itt már, ez már lakás. Van zárható az egész. Ja, erről lehet. Ezt a részt le lehet zárni. Van akár függöny is, azt össze lehet húzni. Itt vannak a szerszámok, nagyon szép rendben van, tényleg nagyon szép minden. Így élébe, így áll. Gyönyörűen átlátható. Úgyhogy nagyon könnyű, nagyon jó. Nagyon szuper. Úgyhogy itt minden van, minden. Akár a gázpalackos fűtés, szóval nagyon jól át van gondolva. Dupla garázs, jószerivel mondjuk így, hogy dupla garázs. És satú, amit mindig hiányoltok tőlem, a satút. Emelők, minden van. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Amúgy, hogy tényleg még víz is van bent. Jószerivel, ha bekerülne ide egy, mivel fűtés is van, ha bekerülne ide egy kanapé, akkor itt el lehetne lenni, el lehetne lakni. Ebbe is szokott itt lenni amúgy. Hát ez ilyen félig meddig buli garázs. Meg nagyon sokat szerel amúgy itt a srác. És itt van rengeteg vegyszer. Minden, ami fújós, meg kenhetős itt van.
Az mi? Új! Így nehezen lehet kalapálni. Az beton? Beton? Nem beton. Piesok. Jak zapojev piesok? Piesok tam je zospo. Homok. Ja, homok van benne. Ezt jó súlya van neki. És lehet rajta kalapálni ezen itt. Nagyon jó. Nagyon szuper. Van még itt kompresszor. Ott meg van. Ott volt a hegesztő is van, úgyhogy igazából itt minden meg lehet csinálni. Porszívótól kezdve kábelek, minden van. Tényleg. Nincsen olajszag, nagyon jó, szóval jó illata van a garázsnak, el lehet itt lenni bőven. Jók a lámpák, jó a fény, jól lehet látni. Egy ilyennek örülnék én is. Ja, meg még itt egy kis körfűrész levédve, hogy az ember ne tudjon belenyúlni. És itt vannak a motorokról még poszterek. Ja, Yamaha motor, 66-os út. Ja, jövőre megy Amerikába. Meg ez nagyon jó ötlet, hogy itt az ajtó, és fölötte van a gumi, a téli gumi, és innen foglalja a helyet. Ez egy nagyon jó ötlet. Így végig. Ott a téli gumi fent, az ajtó fölött. Itt vagyok lent az aknába. Így. És pont jó a magasság. Itt van az autónak az alja, pont jó. És itt jó kis olajleeresztő van. Ott itt pont lecsepög, lehet emelni rajta a magasságán, és attól meg egyből folyik bele egy tartályba, és ott megvan a többi öreg olaj. Szuper. Szuper, és még áram is van. Hát sokkal fejlettebb, mint az enyém, meg sokkal jobb. Majd egyszer lesz nekem ilyen is, vagy más, vagy emelős, de ez az akna, ez nagyon-nagyon jó, nagyon tetszik, hogy nyilván így könnyebb szerelni az autót. Nincsen hosszú lépcső, hanem egy egyszerű létre felmenni, lemenni. Ide még valaki még szokott csinálni ilyen besülyeztett polcot, és akkor oda lehet rakni a dugókulcskészletet, meg ezt, azt, nem azt. Ez nyilván ez csak vágás kérdése, hogy az ember nekiáll egy nagy flexel, és akkor kivágja az ablakot, utána meg kiüti, és akkor ő csinál ide be egy polcot, meg a másik oldalra is. Van alkalmazás arra, hogy itt be lehet kapcsolni a hűtőt, hogy legyen hideg sör. És akkor ezt megnyomjuk, és ops, jó. És bekapcsolta a hűtőt, és akkor és megy a hűtő. És megy a... bekapcsolja a hideg sört. Vagy a hűtést. Már bocsánat, már ittam sört. Aztán van még riasztó is. Be van riasztva az egész. Ott van az érzékelője. Ott. Meg itt is. Meg ott. És akkor így be van az egész riasztva. Úgyhogy nagyon szuper. Na, itt van termosztát. Itt mutatja, hogy hány fok van, és akkor ez ki be lehet kapcsolni, és itt kattan egy relé. Itt hallatszik a relé, és ad áramot ide, és akkor már automatikusan be is tud kapcsolódni a fűtés, ami nyilván gázzal megy, de bekapcsolja, és akkor előre el lehet indítani a fűtést. Mindent. Amúgy a tulajdonos a vasgyárban dolgozik, mint villanyszerelő, úgyhogy elég ért hozzá, hogy hogyan kell az ilyet megcsinálni. Vele, open. Aha. Open, keby sa zavrele close. Aha, értem. A príde mi správa, message, open. Értem. Dvere. Dvere, jak sa povedia? Kapura. Kapu. Kapu.
Kapu open, kapu close. Aha. Zárva. Nyitni meg zárni a kaput. Igen. Minden izé teljesen automatikus. És mindent lehet. Van wifi is tényleg, és akkor mindent lehet. A netről mindent el lehet itt intézni. A fűtést el lehet indítani. Hűtőt el lehet indítani. A riasztót ki be lehet kapcsolgatni. Bármit. Áramtalanítani lehet. Nagyon jó. Na, szóval annyira be van lakva, annyira be van él. Nagyon jó. Imádom. Közben már elérkeztünk Győrbe, be is sötétedett, és megesik az eső, és hideg van, pulcsik el. Szóval köszönöm szépen Gyurinak a lehetőséget, hogy megnézhettem a garást. Sok jó ötlet volt benne, úgyhogy ezeket nagyjából elraktároztam az agyamba, hogy mit, hogy lehet megcsinálni, az ember komfortosabban érezze magát, és ez egy panelgarázs volt. Szóval ezt úgy képzeljétek el, tudjátok, az a panelnál, az a sorgarázs, mint például, hát nem is tudom, hol láttam ilyet, Tiszaújvárosban láttam ilyet, hogy ez a sorokban áll így a panel, vagy a panelgarázs a panellakásokhoz, és Gyuri kapott engedélyt, hogy még hozzáépítsen egy kicsit, mert az övé a legszélső, nagyon nehezen, de kidilizte az engedélyt, így van neki egy ilyen dupla garázsa, aminek az egyik oldalán van a bejárat, és igazából nagyon jól megcsinálta, úgyhogy rengeteg ötletet tudtam meríteni, hogyan lehet praktikusan megépíteni egy garást, ami hát a motoroknak meg mindennek a tárolására is és szerelésre is jó. Én motorozni valószínűleg nem fogok, de mondom, az a lényeg, hogy nagyon sok ilyen jó ötletet tudtam szerezni az egész látogatásból. Következő videóban találkozunk, az egy Alfa Romeo-s videó lesz. Ugyanúgy egy néző, a Gyuri is néző, és a következő is néző lesz, úgyhogy következőben találkozunk, sziasztok!